Nagyon jelentős magyar aerobik siker Japánban. A Hegyidora Bali Dániel páros a tokiói világkupán aranyérmet nyert vegyes párosban, Dani ráadásul egyéniben második lett. A nemrég összeállt duó a bakui Európa játékokon is együtt indul majd. Kettőjük mellett Réfi Eszter edző a vendégem, aki egyébként elkísérte őket Japánba. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Ugye most éppen beszéltük egy mondat, hogy még egy a mini delegációt egy pontozó bíró egészítette ki. Igen, Kovács Judit, aki egyben a párosnak az egyik felkészítő edzője, és emellett ő volt a páros és Hegyi Dóri egyéni gyakorlatának a koreográfusa is. Értem, jó, tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag kevés ember utazott, de ott mindenkinek jelentős feladata volt, és, igen, és nagy pipákkal sikerült. Nagyon akkor, fontos felkészítő edzőnket, Laurinez Juliannát itt hagytuk, mert ő a többiekkel, többi versenyzővel készült itthon, és nagyon szurkolt nekünk, de ő nagyon nagy szerepet vállalt ebbe a felkészülésbe. Egyéniben te lettél második egyébként, ugye, bocsánat, csak mert bár ugyanazt gondolom, hogy a Dani képességeiben is benne lenne ez a siker bőségesen. Viszont ez egy érdekes dolog, hogy, és erre mindenképpen szeretném egy picit kitérnek, hogy amennyire tudom, itt két kiváló egyéni versenyzőnek most egy ilyen, hát ha nem is azt mondom, hogy ötletszerű összepárosításáról van szó, de hogy egy valójában tulajdonképpen ez nem egy régóta együtt dolgozó páros, ugye? Hát igen, ez egy tavaly nyáron alakult ez a páros, és igazából az európai játékok miatt úgy gondoltuk, hogy, illetve az edzők is úgy gondolták, hogy érdemes lenne ezt a felállást megpróbálni. Tehát akkor már azon a célzattal jött létre, mivel hogy majd... ott ugye nincs egyéni, csak páros és csoportkategóriában van jelen az aerobik. Így gondolták a felkészítők, és tulajdonképpen mi is, hogy ezt így jó lenne megpróbálni. Ezt mennyiben segítsetek nekünk egy picit átlátni, nehezíti, vagy duplázza meg, vagy triplázza meg az edzés munkát, amellett, hogy az ember mondjuk nyilván egyéniben, hiszen mind a ketten kiváló egyéni eredményekkel bírtok. Az ember kap egy gyakorlatilag egy teljesen más szakágat is, amiben hát nyilván ezek szerint a lehető legmagasabb szinten akar versenyezni. Hát ugye mindenképpen plusz edzés munka, mert hát még egy számmal kell készülnünk. Távolság. Mondható meg, mert ugye két különböző klubban versenyeztek, tehát ez azért nem csak arról van szó, hogy egyébként is ugyanabban a klubban, ugyanabban az edzőteremben, akkor gyere, akkor most álljunk össze. Mostantól, ettől az órától párosozunk, tehát ez hogy lehet akkor megszerezni? Igen, rengeteg időt veszel az utazás maga is, ugye Pécs-Debrecen. Igen. Az közel, hogy Pécs-Debrecen veszel. És ki megy, vagy hogy szokott ez lenni? Általában én szoktam menni. Hát ez nagyon-nagyon új emberes orrás. Általában akkor te utazol ezek igen. szerint? Milyen sűrűn kell elhagynod a klubodat? Hát attól függ, hogy mennyire van közel egy nagyobb verseny. Így most Bakuig szerintem ilyen 2-3 hetente legalább. Mi nagyon örülünk ennek a hírnek, már csak azért is, mert addig is sport a host broadcaster ennek az eseménynek, tehát bízunk benne, hogy ezt a fantasztikus párosmat fogjuk látni a bakui európai olimpián, ugye mi szeretjük ezt az eseményt így hívni, hiszen gyakorlatilag mégiscsak erről van szó. Összességében az, hogy most itt tartunk, ugye ez egy nagyon nagy múltú verseny ez a japán világkupa, talán a világkupa sorozatok egyik legmarkánsabb állomása. A legmarkánsabb állomása. Hova helyezi most Magyarországot azért az aerobik világ térképén kvázi újra? Én azt gondolom, hogy ennek a két versenyzőnek most rengeteget köszönhet a magyar aerobik sportág, egy új virágkorát éli ezáltal az eredményességet tekintve mindenféleképpen. De az elmúlt években mindketten nagyon szép egyéni eredményeket igen. hoztak, pont ezért jött az ötlet, hogy az ország két legtávolabb lévő pontjában talán élő versenyzőt mégis közös munkára ösztönözzünk. És azt gondolom, hogy ugye az eredmények azt mutatják, hogy érdemes volt. És pont az ő eredményeik miatt érezzük megint az elmúlt években azt, hogy olyan nemzetek is újra komolyan vesznek minket, akik talán az azt megelőző években kevésbé. És nagyon-nagyon jó volt sportdiplomáciai szempontból is, hogy egy ilyen a világ minden tájáról résztvevő zsűri előtt sikerült ezt a nagyon jó eredményt elérni. Mindenképpen azt gondolom, hogy a latin, az amerikai és az ázsiai bírók nagyon-nagyon kedvelik a magyarok koreográfiáinak a stílusát, hangulatát, és ez mindenképpen pozitív volt. Nyilván, mivel az egyik legjobb európai párosként végeztünk, ugye az első helyen a kétszeres világbajnok spanyol párossal holt versenyben, ezen a viadalon ezért nagyon bizakodóak vagyunk Bakura az európai olimpiára tekintve, de egy nagyon-nagyon nehéz verseny lesz. 10 kvóta van, tehát 10 ország párosa kvalifikálhatott erre a versenyre,
és ha őszinték akarunk lenni, 6-7 párosból bármelyik alkalmas lehet arra, hogy a dobogó legfelső fokára álljon. De ez már megvan, tehát a részvétel az biztos? A részvétel az biztos, igen, azt a 2013-as Európa-bajnokságon vívta ki az ország, és ott a helyszínen azért majd nagyon kemény küzdelmekre számíthatunk. Akkor ez is egy ilyen viszonylag mini delegáció lesz, amely Bakuba utazik? Mert ugye végülis nincsen túl sok versenyszám, ha jól értem. Nincsen túl sok versenyszám, 2 versenyszámot, a páros és a csoportot engedélyezett kizárólag felnőtt sporterobikban a versenyrendezés, és mindenhol 10-10 ország vehet részt egy-egy egységgel. Úgyhogy minden nemzet az aerobikban 6 versenyzővel és egy edzővel vagy 2 edzővel készülhet erre a megmérettetésre. De azért mégis fantasztikus dolog, hogy tulajdonképpen valahol az aerobik most fog megjelenni az olimpia eszméje alatt, ugye, mert egyébként nyilván a világjátékok körébe tartozott korábban, és szerintem ez egy első nagyon komoly lépés, nem? Nagyon komoly lépés, és a pont az orientációs értekezleten ott is ez hangzott el, hogy egy hatalmas lépést tesz meg a sportág, mert így a tornasportok között ugye mi még nem szerepeltünk ilyen nagy versenyen. Voltunk univerziádén, világjátékokon többször is, 13-ban a gimnáziádénak is részese volt, ottan is egyébként részt vett, és aranyérmes lett. Úgyhogy hatalmas dolognak éljük meg, és nagyon-nagyon szeretnénk helytállni, és úgy gondolom, hogy óriási a felelősség mind a 10 nemzeten, aki delegál sportolót erre az eseményre, mert igazán most mutathatjuk meg magunkat a világnak. Igen, ez most tulajdonképpen egy nagy nemzetközi teszt is lesz olyan szempontból, hogy fogadják az aerobikot. Mondjuk így azért az olimpia világán belül, ha szabad így fogalmazni. Ennek a súlyát átérzitek, Voli? Vagy most próbálod ezt a részét, vagy próbáljátok ezt a részét a vállalatokról úgy lesöpörni, és hát nyilván persze éppen elég szakmai feladata vagy versenyzőknek. Mit kell még addig formán élesíteni, hogy ennél is jobb nem nagyon van? Tehát maximum annyi, hogy mondjuk ne holt verseny megnyerjen az ember, az egy dolog, ami még maradt talán. Természetesen érezzük maximálisan a súlyát, és hát azért még van miben fejlődni, hiszen nagyon keveset dolgoztunk ahhoz képest együtt, hogy mi lett az eredménye. Igazából még nagyon sokat fogunk szerintem együtt edzeni, és aztán majd meglátjuk, hogy és ez esetleg állandósul valamelyik helyszínen, vagy marad ez az ingázás? Hát most, mivel Dani érettségizni fog, ezért most valószínűleg te fogok többet, jaj, igen. De egyébként nyilván ez a munka azért, Dani, erősíts meg abban, hogy nyilván nagyon sok része végezhető külön, tehát maga az alapgyakorlat és annak a felépítése és a hozzá szükséges kondíció megszerzése, ami nyilván megvan, de akkor a szinten tartása, az végezhető külön. Itt gondolom a szinkronitás feltétele az, hogy együtt legyetek. Igen, abszolút, ugye otthon egyedül csináljuk a gyakorlatokat, és azt gondolná az ember, hogyha zenére van valaki, akkor az úgy együtt is jó lesz, de rengeteg félütem, meg ilyen, tényleg ilyen nagyon kis különbségek vannak, amit össze kell gyakorolni, és ezt csak ketten tudjuk. És az már elég ahhoz, hogy valami csak olyan kevésbé jó legyen, vagy éppen igen, a tökéletességet súrolja? Igen. Értem. Na, akkor még mik azok a fejlődési pontok, ha mondjuk téged kérdezlek, amint szerinted még valamit lehet csiszolni Bakuig? A páros mezőnyben szerintem anyagerős a gyakorlatunk, szóval... Hát nyilván a tartalom megvan. Igen, a nehéz elemek azok rendben vannak, nagyjából meg kell csinálni nyilván a versenyen is. Kivitelen lehet szerintem még sokat fejlődni. Ugye egy viszonylag új gyakorlatról beszélünk, és hát azt még be kell gyakorolni még jobban. Ugye azt hangzott el azért, hogy nagyon szeretik az európai, mondjuk így gondolatvilágban ugye a magyar koreográfiát és ezt a fajta szellemiséget. Milyen ez? Miben más ez? Vagy mi az, ami szerethető rajta? Hát igazából sokkal jobban nyit a közönség felé, és ezt tényleg Kovács Juditnak egy nagyon nagy védjegye, hogy fantasztikus koreográfiákat készített nekünk is, illetve az egyénémet is, ugye ő csinálta. Abszolút élvezhető, tehát nem az a tornászosság, nem azt mondom, hogy nem az a nagy precizitás, de sokkal szabadabb. Játékosabb egy picikét? Igen, abszolút. Uh-huh. Tehát a versenyzőknek is több teret enged ahhoz, hogy jobban prezentálják a gyakorlatot. Segít abban, hogy az ember ezt az elképesztő mennyiségű monoton munkát jobban végezze, vagy nagyobb szerettel? Természetesen, persze. Hát ugye a zene is hozzájárul ehhez az egészhez. Mi az zene? Ez egy egyveleg, vagy pedig valami felismerhető olyan? Egy nagy újítással készítünk, egy magyar zene. Magyar zene. Na, egy klassz. Magyar zene. Aha, jó, igen. Hát akkor ez valami, ami mindenképpen egy kicsit azért. Nagyon eddig tartottunk, igen. És borzasztóan jól fogadták. Aha. És külföldön is. Hogy a román és mexikai és spanyol versenyzők a banketten tanulták a magyar szövegét ennek a zenének. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy ez abszolút
Ez teli találat. Na hát akkor ugye azt szokták mondani, minden ilyen műfajban a jó zeneválasztás az első lépés a sikerre, ez, akkor ezek szerint ez a része ez tökéletesen megvan. Ez nagyon fontos, amit mondasz, mert ugye úgy érzem, és egy időben beszéltünk arról, hogy azért az aerobik különösképpen ugye a nagy torna családba bekerülése kapcsán volt egy, ha nem is azt mondom, hogy hanyatló korszak, de megszűnt az a fajta kontaktus a közösséggel, a történetmesélésnek az a fajta szerepe, amit még ugye annó még a nagy triótól megszokhattuk, ugye a Katus-Katus Szentgyörgyi triótól, de ha jól értem, akkor ennek most újra van egyfajta felvirágzása, legalábbis a ti értelmezésétekben. Egy kicsit más értelemben, igen, Kovács Juditot még abban dicsérném nagyon, hogy borzasztóan erős ő abban, hogy a versenyzőknek az egyéniségét egy színpadképes állapotban meg tudja mutatni. Ez egy annyira nehéz ezekben a koreográfiában, hiszen rengeteg kötelező elemet, emelést, térformát, haladást, talajrészt, levegőben történő mozgást kell végrehajtani, hogy egy picit kevés lehetőség marad erre az igazi egyéniségnek a megvilágítására, és szerintem ez nagyon jól sikerült. Nagyon jól eltalálta azt, hogy mi áll igazán jól ezeknek a gyerekeknek, és együtt a színpadon, igen, mert ez sem mindegy. Két nagyon-nagyon figyelemfelkeltő egyéniséget látunk külön-külön is. Külön, szépek, mutatósak és még ügyesek is, és ezt a kettőt sikert ezek szerint kiválóan kombinálni, hogy egymás hatását felerősítik. Úgyhogy szuper. Hát van egy szuper kis csapatunk, óriási eredményeink, és ezek szerint most egy nagyon feszes felkészülés még a bakui Európa játékokra. Nagyon szurítunk nektek, mutassátok meg, hogy mire képesek a magyarok a tornasport ezen ágában és az aerobikban, ami azért egy önálló létjogosultsággal bíró műfaj, és végre először bemutatkozik a nagy olimpiai családban, úgyhogy további sok sikert kívánok. Gratulálok! Köszönjük. Köszönjük szépen!